Újra csattant a bilincs, S. Ábel csuklóján budapesti lakásából a TEK kommandósai vitték el. A rendőrség csak annyit mondott, hogy rablás előkészülete miatt fogták el. Az eddig házi őrizetben lévő 29 éves fiatal 2010-ben tömeggyilkossággal fenyegetődzött. 3 évvel később egy budapesti gyorsétteremben lövöldözött. Ügyeiben már az Alkotmánybíróság is hozott ítéletet. Rendőrségi matrica az ajtón, ide egyelőre nem mehet be senki. Ebből a lakásból vitte el a BRFK és a TEK S. Ábelt. Ő volt az, aki 2013-ban a Móricz Zsigmond körtéri gyorsétteremben lövöldözött, de nem ezért vált ismertté. 2010-ben azért állították elő, mert a gyanú szerint tömeggyilkosságra készült. Az ELTE volt jogi hallgatója a vád szerint eltervezte, hogy belép egy sportlövész egyesületbe, ahol engedélyeket szerez, fegyvert is vásárolt, azzal a szándékkal, hogy gyilkoljon. 22 éves volt akkor, ezért azt tűzte ki célul magának, hogy legalább ugyanennyi embert fog megölni. Elfogása után részletes beismerő vallomást tett, majd később tagadta az egészet. 2015-ben az Alkotmánybíróság mondta ki a végleges ítéletet, így felülírták a kúria korábbi döntését, amely értelmében 2,5 évet kapott. Végül 50 nap közmunkára ítélték, ugyanis az Alkotmánybíróság szerint nem akart embert ölni. A gyorséttermi lövöldözés miatt 5 év börtönre ítélték, idén márciusban viszont 4 év 6 hónap fegyházra enyhítették a büntetést, később ezt házi őrizetre változtatták. Most rablás előkészülete miatt vitték el. A bűncselekmények közül csak kevés van, amelynek az előkészületét is büntetik. A rablás például ilyen. Elkezdi megszervezni a elképzelt bűncselekményt, tehát embereket toborolsz, hogy vagy ezt meg azt kéne csinálni, ez meg azt lesz a feladatod, hozzábeszerez eszközöket, tervrajzot esetleg valamely épületről, vagy bankfiókról, amit éppen ki akar rabolni. Ez van az előkészület. Egészen odáig tart az előkészület, amíg meg nem kezdik a dolgot. A kriminológus szerint az is elképzelhető, hogy valakinek szándékosan beszélt rablási szándékáról, ugyanis magára akarja vonni a figyelmet és szeretne bekerülni a hírekbe. Szomszédjai viszont jó embernek ismerték. Igaz, ezt interjún kívül mondták, mert a legtöbben nem szerettek volna nyilatkozni. Nem, ne haragudjon, nem érek. Rendben. Kételkedek benne, hogy most csinált volna valamit. Egy emelettel lejjebb ez az idős hölgy jól ismerte. Szerintem Essában nagyon jámbor volt. Olyan jámbor, olyan jó köszönő, olyan tiszteletreméltó, szóval ő tisztel. Gyalog szokott lemenni, mert cukorbeteg, és nem száll a liftbe. Mindig köszön, hogy tetszik lenni. És én szoktam úgy beszélgetni velem. Kerestük a rendőrséget, a BRFK nem kíván nyilatkozni az ügyben.